Jó estét kívánok, kedves nézőink! Nagy tisztelettel köszöntöm Önöket, és nagy tisztelettel köszöntöm stúdiónkban Láng Géza alpolgármester urat, aki eljött hozzánk, hogy az elmúlt heti testületi ülésről beszámoljon Önöknek, illetve hát kiegészítse annak a tartalmát a saját véleményével. Nem volt egy nagyon hosszú testületi, annak ellenére volt benne néhány sarkalatos pont, ezekre majd külön kitérünk. Az első napirendi pont, amit tárgyalt a képviselőtestület, a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló helyi rendelet. Volt itt egy apró kis módosítás történt. Igen, ez köztudott, hogy ez az ápolást jelenti, a ételhazahordást és a közét, tehát azoknak az embereknek az étkeztetését, akik erre rászorulnak. És az étkezési díjára nem változott, a személyes gondoskodás díja az egy 20 forinttal, 200 forint plusz áfára emelkedett, és a házhoz szálltás az ebédeknek szintén nem változott, továbbra is 0 forint, tehát ingyenes. Hogyha körülnézünk a környező településeken, vagy a szűkebb környezetünkbe, a kistérségbe, a mi áraink azok jó árak? Viselhetős árak? Nem tudom összehasonlítani, tehát nem ismerem a térségbeli árakat, de amiket én hallottam, úgy jó. Tehát beleilleszkedik a... Tehát fizethetős magyarán. Megfizethetők, tehát nem drágák az árak. A képviselő testület 7 igennel és 0 tartózkodással és 0 ellenszavazattal elfogadta ezt a javaslatot. Tehát így megyünk tovább. A második napirendi pont, amit tárgyaltak, az a gondozási központ beszámolója volt, hogy azért vették előre, mert itt volt a Szandra, a gondozási központ vezetője, és ugye nagyon szép és tartalmas beszámoló volt, a Szandra igyekszik mindig, tehát egy rendkívül, hogy mondjam, darabra szóló beszámolót készíteni. Hogy voltak meg elégedve vele? Teljes mértékben a testület tagjai meg voltak elégedve vele. A beszámoló adataiból látszik, hogy az ápoltak számában egy minimális csökkenés van. Ez nem azért azt jelenti, hogy nincs szükség a munkájukra, vagy kevesebben lenne, de mivel egy önkéntes alapon lehet csak valakit ápolni, ezért ha valaki visszamondja azt, azt nem lehet rá összekolni a segítséget ezekre az emberekre. Ha valaki nem tekintette figyelemmel ennek a központnak a működését, én akkor ajánlom, hogy olvassa ezt a beszámolót, mert abból látja, hogy milyen sokrétű, milyen sok mindenkivel foglalkoznak a településen. Nyugodtan, bátran forduljon mindenki hozzá, aki rászorult, sőt, ha úgy érzi, hogy bizonytalan, akkor is menjen oda, ők majd megmondják, hogy tudnak-e segíteni, vagy sőt, nem. Ha úgy érzi, hogy a szomszédjának van szüksége segítségre, van, akkor is szóljon, mert meg tudják keresni. Akkor őt meglátogatják, ha vállalja, hogy ápolják, hogy segítsenek neki, akkor segítenek, ha azt mondja, hogy nem, hát akkor nem. Van itt is, ugye, ha elmegyünk Pestre, akkor nagyon sokan vannak úgy az aluljárókban, hogy ők bizony nem mennek be egy ilyen otthonba, mert az mégiscsak ciki. Tehát itt nálunk is van olyan, aki azt mondja, hát inkább itthon legyedül, mint hogy én ápolt legyek. Van ilyen mentalitás. Tehát van olyan, aki minden árod otthon akar maradni, sőt a segítséget sem nagyon akarja elfogadni. Ilyen van. Felnőtteknél itt nem lehet mit csinálni, tehát tiszteletben kell tartani az akaratukat. A gyerekeknél más, ott hatósági jogköröket lehet, nem nekik van hatósági jogkörük, de van hatóság, aki kényszeríthet bizonyos intézkedéseket, sőt, szélső esetben a gyerekeket el is vehetik a családból, hogyha úgy látják, hogy valami miatt ez nem jó. Nyilván, hogy ez a valami miatt ezért elég behatárolt lehet, tehát erőszak vagy hasonló, vagy a gyerek fejlődése szempontjából olyasmi valami miatt erre szükség van. Reméljük, hogy ilyenre nagyon kevés. Kevés van, de akad minden évben ilyen is. Évekkel ezelőtt nagyon sokat beszéltünk a kiskertekről, most a gyerekekről jutott ez eszembe. Mostanában, mintha egy kicsit csendesebb lenne ez a téma. Változó, ez állna, jönnek, mennek, ezt ők figyelemmel kísérik, és ha kell segítenek, és a kötelező dolgot a családoknak, kisgyerekek vannak, akkor ezeket intézik, védőnök lemennek, intézik. Úgyhogy ez egy nagyon átfogó, nagyon jól működő rendszer. Még annyit szeretnék elmondani, hogy ezek nagyon jól koordináltan működnek, tehát a egyéb civil szervezeteket, akiknek bármilyen köze van ehhez a területhez, azokat mind bevonják ebbe a munkába, a máltaiaktól kezdve a közterületfegyelőkig, a rendőrséggel kapcsolatban, iskolával kapcsolatban vannak, óvodával. Tehát akinek bármilyen köze lehet ehhez a területhez, mindenkivel tartják a kapcsolatot, konkrét esetmegbeszéléseket tartanak, és próbálnak segíteni, akin lehet, és hát akinek szüksége van. További jó munkát, reméljük, hogy minden rendben lesz. A harmadik napirendi pontként a képviselőtestület a közterületek tisztaságáról szóló rendeletet tárgyalta, van ennek valami egészen pontos megnevezése, Pétfürdő Nagyközség képviselőtestületének a közterületek tisztántartására vonatkozó szabályokról szóló 19/2006 módosítása.
Ez amiatt került sor, hogy a rendeletek megváltoztak, és tulajdonképpen azokat a rendeleteket kellett átjavítani benne, amire hivatkozik ez a rendeletünk. Lényegében nem változott itt semmi. Ha valami ebből kikerült, az más rendeletben megvan, tehát egy dolgot két rendeletben nem szabad szabályozni, és találtak olyat, ami több helyen is volt, úgyhogy azokat innen kivették, de aki idáig ismerte ezt a rendeletet, az továbbra is ugyanazt tartalmazza, egyetlen egy kivétel van, hogy kukázni szabad. Ugye erre van idáig tiltva volt, és most mivel ezt a valamelyik felsőbb hatóság kimondta, hogy ezt nem lehet tiltani, ezért most ez meg van engedve. Ugye, de bocsánat, még csak annyit, hogy az már nincsen viszont, hogy aki kukázik, az szétszórja a szemetet. De hát az a ritkábbik eset de egyébként, nem szokták, de nem az nem jellemző. Ugye minden rendelet pontosan annyit ér, amennyit be lehet tartatni belőle, és nem tudom, hogy ki ismeri a rendeletet, vagy ki nem, de nagy valószínűséggel, hogy aki szemetel, aki szabálytalanul parkol, aki a fűvön áll, akinek csöpög az olaja. Tehát van néhány olyan dolog, amit nem gondolom, hogy kellene csinálni. Hogyan áll az ellenőrzés? Hát hivatalosan a közterületfelügyelők ellenőrzik ennek a rendeletnek és az összes önkormányzati rendeletnek a betartatását, vagy betartását. Mivel ezt nem látja rendesen a testület, ezért azt kértük, hogy rendszeres időközönként, ne csak évente egyszer, hanem sűrűbben, negyed éventén számoljanak már be arról, hogy hány ember büntettek meg, hányat figyelmeztettek, és mi a tapasztalatuk. A közterület felülők délután 4 órakor elmennek haza. Igen, de át lehet szervezni a munkájukat. Egyáltalán nincsen. Át lehet szervezni a munkájukat, hogy délután. Már tavalyi szóba került, mégsem történt. Éjszaka is dolgozzanak, hétvégén is dolgozzanak. Hát ez a jegyző. Ugye egyszerűen tavaly szó volt arról, és hát azóta is mély a csönd van erről a kérdésről. Tehát igazából semmi nem ment előre, és most azért mondom, hogy ez nagyon szép ez a rendelet, tehát ez biztos, hogy előre vinni Pétfürdőt, hogyha működne, csak ezt működtetni kellene. Ez a szándék, tehát ez, én bízom benne, hogy ez látványosan meg fog valósulni, tehát ellenőrzések száma nőni fog. Bízunk benne, így van. A következő napirendi pont, amit tárgyaltak, a lejárt határidejű határozatok, hát ez 7:00-ával elfogadta a képviselőtestület. Hát itt csak egy olyan volt, hogy fölkérte a testület a polgármestert, hogy az országgyűlési képviselőnek írjon az utok állapota miatt egy levelet. Ezt a polgármesterünk megtette, de válasz azóta se érkezett rá, holott a válaszadásra előjött 30 nap már. Ugye itt arról az útról van szó, amelyik a 8-asról lejön, és megy Berhida felé. Igen. Hát azt kell, hogy mondjam, hogy azért ott a Farkas Laciék előtt a kanyarba, ott az útnak a jobb széle valami tragikus állapotban van. Ott előbb-utóbb valami komoly baleset lesz, most már ilyen 5 centi körüli, ami le van szakadva. Igen, az a kimenő szakaszon is vannak, igen, nagyon mély kátyúk. Tényleg kátyú. Nagyon oda van. Én láttam kátyúzókat itt, tehát egy ilyen gépsor végigvonult a településen, ami egy kézi kátyúzás. Az nagyon jó, hát az nagyon sokat ér. Hát mindenki látja, hogy ez mennyit ér, tehát ez csak ilyen. Igen, csak ebbe az a borzalmas, hogyha úgy senki nem reagál semmire, akkor előbb-utóbb, és ugye Pétfürdőn az átmenő út egy nagy forgalmú út. Tehát bárki bármit is mond, nagy forgalmú út. Azért előttünk elmegy naponta 300 kamion, azért mennek a buszok, az autók, és most már nagyon sok autó megy Berhida felé, és most jön a nyár majd. Most jön a nyár, és ugye ez egy megközelítő útvonal. Hát Őssi felé, Vápolta Őssi utat azt most javítják, én nem irigylem tőlük, az se volt egy jó út, de hát azért annak a forgalma, ennek a forgalma az égésről. Hát nem összehasonlítható. Nem összehasonlítható. Nem mindegy, majd meglátjuk, mi lesz belőle. Polgármester asszony beszámolt, ugye minden hónapban van neki egy ilyen kötelezettsége. Említésre méltó nem volt, tehát amit úgy el tudnék mondani, hogy... Aztán volt két hozzájárulás. Ugye a hozzájárulás Várpalota város önkormányzata képviselő testületének a személyes gondoskodás körébe tartozó ellátások intézményi térítési díjáról szóló új önkormányzati rendelet megalkotásához. És volt egy társulási megállapodás a jogi segítségnyújtás tevékenysége ellátására. Igen, ez mind a kettő kistérségi szinten ellátott feladat, ezért kell nekünk is egy rendeletet hozni, hogy Várpalota ezt megtehesse. Mennyire működik még a kistérség? Néhányan igénybe veszik. Ja, a kistérség? Kistérség. Ugye hát Farkas képviselő úr, hogyha jól tudom, akkor a kistérségi pénzügyi bizottságnak a vezetője vagy a feje. Egy-két dolog van még, ami jó, közösen megy. De ez úgy szépen, ahogy a járás erősödik, kistérség úgy megy a hamvaiba? Vagy van ennek? Nem feltétlenül, hanem azok a funkciók, amiket ellátott, sokan kihátrálnak belőle, nem szeretik közösen csinálni, nem gazdaságos közösen csinálni, olcsóban meg tudják egyedül csinálni, akkor úgy ott hagyják. Csak azok maradnak benne, amit úgy
közakaratra. Ugye ez ugyanolyan, mint nekünk a Berhidával közösen az idős ellátás, hogy igazából van idős ellátás, aztán közben még sincs idős ellátás. Igen, mert törvény előírás, hogy ezt kell, ezt így tudjuk megoldani, de igazából nem nagyon veszik igénybe. A következő napirendi pont, amit társult, tárgyalt a képviselőtestület, bocsánat. Ja, még a, bocsánat, igen? A jogságére is visszatérnénk, ezt pedig a családsegítőn keresztül lehet igénybe venni. Tehát ha valakinek jogi, ügyvédi segítségre van szüksége, akkor forduljon a családsegítőhöz, és akkor te egyeztetnek időpontot neki. Nagyon jó. Ez egy igazán kellemes dolog. Ez idáig is volt, csak most is folytatódik. A Pétfürdő nagyközség helyi építési szabályzatáról szóló szabályzási rendelet felülvizsgálata volt a következő napi rend. Ugye ez most a harmadik ilyen forduló lesz 1998 óta, akkor alkottunk egyet valamikor 2000 környékén, aztán egyet néhány évvel ezelőtt, és hát ugye ez mindig egy nagyon hosszú tortúra. Ezt végig kell csinálni a lakosság érdekében. Tehát a építésügyben sok minden változott, a beépíthetőség, a magasság, és hogy ezt a új igényeket ki tudja szolgálni a település, ezért ezt a rendeletet fölül kell vizsgálni. Ugye most ráadásul egy ilyen háromszög-szerű szituáció áll elő, ugye, mert van a főépítész, van a képviselőtestület, és majd lesz a tervező. Tehát... Hát a tervező az a jogszabályoknak megfelelően is a helyi kívánságnak megfelelően megcsinálja a terveket, a főépítész is elmondja, hogy az ő szempontja, de a végső döntés továbbra is a marad a képviselőtestületnél. Könnyítésre számítanak egyébként ebben az építési szabályzattal? Tehát lesznek olyan területek, amiket csak példaként mondom, hogy átminősítenek iparterületté, vagy valami? Lesznek. Tehát a lakosságot érintő könnyítések lesznek. Tehát ez a beépíthetőség, illetve a magassági korlátoknak a lazításával. Mikorra várható, hogy ebből lesz valami kéze? Ősz? Ősz előbb nem. Na, volt egy kellemesebb falat, az alapítványok támogatása. Ugye, bocsánat, csak egy mondatot, ha megenged, ugye a nézők tudják, hogy miről szól. Ugye két, az átadott pénzeszközök körébe tartozik, két külön kategória van, az egyik, amit a Humán Bizottsága a civil szervezeteknek, a másik pedig a képviselőtestület az alapítványoknak ad pénzt. Igen. Különben a bizottság is már szétosztotta a pénzét, tehát amit kapott erre a célra, úgyhogy ott már lehet érdeklődni, ha valaki még nem kapott értesítést. Jövő hétre ígértek írásbeli tájékoztatót. Tehát már megvan. A testület is döntött a alapítványok támogatásáról. A Panel Kuckó Alapítvány 360 ezer forintot, a Mentők 260 ezer forintot, Napsugár Alapítvány 500 ezer forintot, és a Pétfürdő Sportjáért Alapítvány 1 millió 630 ezer forintot kapott idén. Kívánunk neki jó működés mindjájuknak. Hát így van, használják egészségét, és jó célokra használják fel. A 2018 évi közbeszerzési terv, ugye ezt minden éven elkészítik a hivatal dolgozói, hát idén azért nagyon soványka. Tehát nem kellett rajta nagyon sokat meditálni, hogy mi legyen benne. Hát ez a beruházások, bizonyos értékfölötti beruházásokat csak közbeszerzéssel lehet megvalósítani. Idén kevés ilyen beruházásunk van, tehát azért rövid ez a lista. A strand nincs benne ebbe a közbeszerzési tervben? Hát most még a tervezése folyik, tehát még a építkezés nem látszik, és a pénz sincs meg rá még egyelőre, hogy miből lehetne ezt megcsinálni. Mert meglátjuk, mi lesz belőle. A POSZ Kft. Ügyvezetőjének volt egy kérelme, egy térburkolat rendezés. Igen, ez a 400-as szálló alatti boltról van szó, és ott a környezetében egy kis térburkolat rendezés, és a hátsó parkolón egy kis bővítést kért, ebbe a testület belement. Persze, hát milyen ment volna bele? Hát, főleg úgy, hogy nem is kerül egy büdös fillérbe. Nézme is, és nekünk is jó, hogyha szebb lesz a szebb lesz. Folyamatosan szépül ott a környék. Hát, mert azt kell, hogy mondjam, hogy a dísztér az, hát az nem olyan nagyon szép. Az lehetne sokkal szebb, legalábbis én, mert ez csak ilyen teljesen magánvélemény, de nem olyan nagyon szép. Ráadásul megint kitaláltak a fiatalok, ilyen délutáni zeneórákat tartanak ott a környékben lakóknak. Érdekes. Hát korábban is csinálták, csak úgy látszik, hogy most ez a divatosabb hely. Igen, csak azért úgy bennem felmerült kérdésként. Tudja, a polgármester úr, hogyha tőlem elvárják, hogyha kimegyek oda egy zeneeszközzel, akkor
kérje közterületfoglalási engedélyt. A vendéglősöket kötelezi arra a képviselőtestület, mind a mai napig érvényben van a hangosító berendezések bevizsgálásáról szóló rendelet. És akkor oda megy valaki egy ilyen bluetooth, ilyen kis izével az oldalán, és üvölt, mint magyar atom. És semminek nem felel meg, és még meg is van sértődve, amikor valaki mondja neki, hogy te, hát nem biztos, hogy mindenki szereti azt a zenét, amit te ott hallgatsz. Ez ilyen, olyan, mint egy egyszerű feltűnési viszketeség lenne. Tinédzserek, legyünk egy kicsit türelmesebbek velük. Hát igen, csak este 11-kor elég nehéz türelmesnek. Volt egy önálló képviselő indítvány Lán Géza részéről. Erről beszéljünk egy kicsit igen. Hosszabban. Ön megvette a önkormányzatos sporttelepet a Pömtétől, de mindenki tudta, hogy ennek a hőközpontja, ez katasztrofális állapotban van. Az egész sporttelep egy katasztrófa. Hát utóbbi időben nem sok pénzük volt erre költeni, illetve amit kapott erre a Pömte pénzt, azt sem mindig erre költött el. Ez az igazság. De hát, hogyha a önkormányzaté már ez a telep, akkor már ezt egy működőképes állapotba kell hozni, és a fűtés az már olyan rossz, annyira leromlott, hogy ez a következő szezont már nem bírná ki. Uh-huh. Ezért végignéztük a Pétkommal, illetve a üzemeltető PMT-vel a fűtéseket, és azért javasoltam ezt, hogy minimum egy hőközpontot csináljunk az idén, de ahhoz, hogy ezt meg tudjuk csinálni, ahhoz egy tervet is kéne csinálni, hogy mit szeretnénk. Mert azt már, amikor a hőközpontot telepítjük, látni kell, hogy hány cirkulációs kört kell csinálni, hova kell meleg víz, milyen lesz a meleg vízellátás, tehát ezeket a dolgokat tisztázni kell, és akkor lehet megvenni ezt a részét, ezért ez egy első ütemnek tekinthető, ami azt biztosítaná, hogy a fűtés az a következő évadban működőképes legyen, és ha van pénz jövő nyáron, akkor meg lehetne csinálni azokat a fejlesztéseket, amik azt szolgálnák, hogy energiatakarékosan is lehessen fűteni. Mert most csak a fűtésről lehetne szó, tehát az, hogy működjön egyáltalán a fűtés. Alpolgármester, azt szeretném megkérdezni, hogy készült-e vagy tervez-e az önkormányzat készíteni valamiféle felülvizsgálatot, statikai felülvizsgálatot ezekkel az épületekkel kapcsolatban? Hogy milyen állapot? Na, megmondom, miért kérdezem. Ugye ott, amikor beszélgettek erről, akkor ilyen 17 millió forint nagyságrendet gondoltak, hogy körülbelül ennyibe fog kerülni. Most ha beleülnek, biztos, hogy nem ennyibe fog kerülni, tehát ugye azért az megszokott, hogy mindig jóval többbe kerül, mint amit tervezünk. Beleülünk egy rakás pénzt, és azt mindenki, legalábbis én azt gondolom, hogy mindenki tudni véli, hogy azért azok az épületek nincsenek valami igen helyde jó állapotban. Hogy terveznek-e valamilyen statikai felülvizsgálatot, vagy ilyen építészi felülvizsgálatot, hogy egyáltalán érdemes-e ezekkel az épületekkel foglalkozni? Hát még nincs más addig ezeket célszerű fönntartani. Ha nagyon messze nézünk, ugye akkor majd megoldódik, hogyha lesz sportcsarnok, mert az kiváltja ennek a nagy részét, legalábbis a öltöző részét azt biztosan ki lehet ott váltani, a tekepálya az viszonylag jó állapotban van, annak hát a épülete is. A burkolat, hát maga az épület. Az épület is, az stabilabb sokkal. Tehát az valószínűleg... Ezeknek az épületeknek van egyáltalán alapja? Biztos van. Hát azért csak nem építettek úgy, hogy... Hát, vagy a polgármester 50 éve építették, vagy 80 éve. És azért a józan esze az embereknek megvolt, legfeljebb mai korban ma másmit csinálnának. De... Tehát egy elég hosszú ideig ezek működni fognak, és amíg működnek, addig a normál állapotokat mindenképp fönn kell tartani bennük. Most van itt még egy lakás, része a tekepálya után közvetlenül, ami egy ilyen, elkezdtek ott valamilyen felújítást csinálni, egy nagy gödör van a szoba közepén, tehát azt is valahogy rendbe kéne tenni, és akkor dönteni kéne arra, hogy ezt ki fogja használni, hogy a sportkör raktárnak, vagy ha erre nincsen szükség, akkor civil szervezeteknek odaadni, tehát valamilyen hasznosítását meg kéne találni. Értem. Hát jó. Majd meglátjuk, hogy mi lesz belőle. Én megmondom őszintén, hogy eléggé pesszimista vagyok ebben a körben, mert nem nagyon lehet látni ennek a... Mi lesz a neve egyébként a sportteletnek? Mert ugye hát most már nem Pömte. Nem Pömte, de sporttelep. Sportcentrum. De nincs neve még neki. Hát az majd ráér, hogy névadást csinálja. Érdekes, maga az egész folyamat egy elég érdekes. Én nem gondoltam, hogy nevet adjunk még egyelőre neki, de... Mostanában szokás. Igen, mert úgyis megmarad Pömte pályának a következő 20 évben, mint ahogy a 400-as szálló is megmarad 400-as szállónak. Csak ezek ilyen érdekes technikai kérdések. Tehát az lenne a cél, ugye, hogy a
azt az egészet olyan szintre fölhozni, hogy a tömegsportot is kiszolgálja. Tehát nem lehet, hogy hátulról kellene kezdeni az egészet, és el kellene kezdeni tervezni egy sportcsarnokot? Lehet, de hogyha reálisan nézzük a pénzügyi lehetőséget, akkor egy csomagban nem lesz pénz. A sportcsarnokon lehet, hogy fontosabb lenne, mint a strand? Ez érték kérdése, tehát egyelőre a véleményét. Stranda. Szerintem a strand az, ami jobban hiányzik a településen, mint a sportcsarnok. Biztos mindenki más is így gondolja. Volt még két tájékoztató. A közterület térfigyelő kamerarendszer működéséről írtak a közterület felügyelők megint egy feljegyzést. Tehát valami javulás van. Szakértői vizsgát következtében azt a kábelezést, ami egyik főoknak talált a szakértő, azt megjavították garanciálisan. A napelemes kamerákkal nincs előrelépés, és készült egy lista, hogy hol kell kameraszögön állítani, lencsét cserélni, tehát finomítani a rendszert. Tehát ez azt jelenti, hogy idén-nyáron akkor várható némi átépítés, áthelyezés, tehát ebben az is benne van, hogy nem minden kamera van jó helyen? Bizonyos plusz kameráknak a beszerzése várható, de nagy változás nem várható. Tehát alapjaiban marad alapjaiban így. Nem, tehát ennek a normál üzemek. Azért kell, hogy... tudja, azt kell, hogy mondjam, hogy én egy műszerész vagyok, elég sokat forgolódok ilyen televíziós körökbe, és nekem megdöbbentő volt, amikor kiderült, hogy egy gyönyörű szép nagy felbontású képet egy VGA kábelen visznek be egy monitorba, aminek a felbontása egyébként meg szinte semmi. Tehát ez olyan dilettantizmusról szólt, hogy nem is lehet nagyon rá szavakat találni. Hát mivel a testlet sem ugye senki nem tud róla, de nem is mehet oda megnézni. Hát részben nem is mehet, mert ugye csak a jegyző, meg akit ő enged, az mehet oda. Ja, igen. És csak azt láttuk, hogy egy csomó pénzt ráköltöttünk, de nem működik. És azért volt az, hogy egy szakértőt kértünk fel, hogy akkor most mondja már meg, hogy tervezés hossz, a tervek jók csak a kivitelezés hossz, nem azt építették be, amit előírtak. És nagyon jól, sokan gondolom hallották a tévében, nagyon jól elmondta, hogy miről van szó. Ő említette meg ezt a kábelt is, és azt mondta, hogy ez egy nagyon jó rendszer. Hát most a üzemeltetés tapasztalatokban még nem ezt látjuk, de bízunk bele, hogy a gyerekbetegségei kijönnek, és, hát jó, és tényleg az lesz egy... Két éve jövünk a gyerekbetegségeket, igen, azért ugye... nem akarok ilyet mondani, de Pesten ilyet csinálnának, lehet, hogy mindenki sírva fakadna tőle. Vagy lehet, hogy ott is van, csak nem tudunk róla, mert ugye ez is benne van a pakliban. Ezeket nem árulják el átlában. Minden hónapban kapnak egy tájékoztatót a beruházások és a felújításokról, ez most ebben a hónapban is megtörtént. Polgármester asszony a testületi ülés elején kérte, hogy két napirendet még vegyenek föl sürgősséggel, ez zárt ülés volt mind a kettő, két energetikai pályázat támogatása, illetve támogathatósága. Igen, ketten kértek ilyet, mind a ketten megfeleltek a pályázati feltételeknek, úgyhogy a testület megítélte mind a kettőjüknek a adható összeget. Én azt hiszem, hogy végére is értünk. Tehát rövid testületi volt, mindenki topon volt. Hát a költségvetés megvan, most innentől kezdve már csak dolgozni kell. Dolgozni kell. Hát meglátjuk majd, hogy hogyan lesz. Beszélni fogunk erről még mindenképpen. Alpolgármester úr, nagyon szépen köszönöm, hogy eljött hozzánk. Köszönöm a tájékoztatót, remélem, hogy mindent sikerült kiveséznünk. Egy dolgot még hadd kérdezzek meg, ugye mindig szóba kerül a szennyvíztelep felújítása. Hol tartunk most abban? Annak elvileg idén meg kell készülnie, ha minden igaz. Arról volt szó, hogy a kivitelezési költség több, mint amit előbb terveztek, és pótló összegeket úgy tudom, hogy megítélték hozzá. Ebben teljesen biztos. De ugye ez teljesen államilag finanszírozott, tehát ez nekünk igazából nincs. Nagyon közön nincs. Tehát itt a pótlásról, hogy most ez ígéret volt csak, vagy jogszabályban is, vagy rendeletben, vagy valahogy ez a pénz meg is érkezett, ezt nem tudom. Annyit tudok, hogy a első lépésben kevés volt a pénz, és ígértek hozzá még plusz pénzt, de hogy ez most pontosan hol tart, ezt nem mindegy, tudom. Halad előre, az a lényeg, lesz szép új szennyvíztelepünk. Alpolgármester, még egyszer nagyon szépen köszönöm, hogy eljött hozzánk. Kedves nézőink, önöknek pedig kívánok kellemes jó éjszakát.